Jó reggelt! Hát ez egész egy olyan megfélemlített légkörben van, hogy így szerintem normálisan konzultálni nem lehet. Egyikünk be akart menni WC-re, és ott is rendőri kísérlettel tudtunk WC-re menni. Tehát, hogy szerintem nonsens őrület, ami itt van, és ez az egész megfélemlítés, ez kegyetlen, embertelen, és azért vagyunk itt, hogy egy picit így erősítsük a tanárainkat, hogy ne féljenek, és hogy támogassuk őket. Nem gondolom, hogy a pedagógusok olyan veszélyesek lennének, de hát nyilván biztosítják ezt a rendezvényt. Mi lesz ez a mai program egyáltalán? Pontosan mi se tudjuk. Kaptunk egy meghívást, hogy konzultálunk, azt nem tudom, hogy több száz ember hogy konzultál egyszerre, de majd kiderül. Ez egyfajta demonstrálása az annak, hogy együttműködik a kormány, vagy próbál figyelni. Ezt próbálja, mint egy látványtégség így kirakja a kirakadva. Nem hiszem, hogy érdemi konzultáció lesz itt. Remélem, hogy mindenki el fogja tudni mondani azt, amit valóban gondol az oktatás jelenlegi helyzetéről. Korábban is meg lehetett volna tenni, hogy meghallgatják, hogy összehívnak valami hasonló jellegű konferenciát, értekezett. Remélem, hogy azért ez egy konzultatív jellegű konferencia lesz. Mindenféle álegyeztetések voltak pár évvel ezelőtt is. Hogy most pontosan mi a céljuk ezzel, azt nem tudom. Azt remélem, hogy azok a kollégák, akiket behívtak, azok képesek lesznek élesen és szigorúan elmondani mindazt, ami miatt küzdenek most már jó ideje. Minden nap visszajárok az iskolába, fél órára, egy órára, valamennyi időre. Tiszteletet a tanároknak! Én viszonylag jól viselem, mert lélekben felkészültem előtte erre, hogy igen, lehet ilyen következménye annak, amit mi csinálunk, amiért kiállunk, hogy tehát áldozatot kell hoznunk. Mit tudnak ígérni a tanároknak? Viszonylag ismerik a problémát. Konzultálni fogunk, és szerintem mindenki majd úgy jön. De 600 emberrel lehet konzultálni egyszerre? Mi igyekszünk minél többeknek az véleményét meghallgatni. A majd is erről szól. 24-33 ezer tanárral konzultáltunk az ősz során és a nyár során már. Ez konkrét ajánlatuk van a pedagógusok számára? Ezeket már elmondtuk valamelyest a nyilvánosságot korábban is. Ma is természetesen fogjuk mondani minden kérdésre. Mire gondolsz? Nézd a szemembe! Nézd a szemembe! Nézd a szemembe! Miket rúgtatok ki? Jegyezd meg az arcom! Vannak közülünk azért, akik nagyon nincsenek jól, van olyan, aki itt sincs közülünk, mert tényleg nincsen jól. De szerintem nem szabad abba hagyni, mert azért kezdtük el, hogy komoly eredményeket érjünk el, komoly változásokat eszközöljünk. Azt gondolom, hogy ez jelképes, ez az egyeztetés. Lehet bízni abban, hogy érdemi előrelépések is fognak következni, de ez szerintem most arról szól, hogy a nyilvánosságnak megmutassák, hogy igen, mi leültünk beszélgetni a tanárokkal, és meghallgatjuk őket. Az, hogy ennek foganatja lesz-e, abban egyelőre még nem nagyon látok előrelépéseket. Azt látom viszont, hogy most is arra vár a kormány, hogy nem ő oldja meg a problémát, hanem Brüsszelre vár, hogy a magyar oktatás problémáját megoldja. Köszönjük! Mit fog ígérni a tanároknak? Mit fog ígérni a tanároknak? Gondolom lesz valami bejelentés. Ami zavar, hogy a kormányzati kommunikáció az folyamatosan a bér kérdésre tereli a szót, pedig az oktatásban nem ez az első probléma. Nyilván ez egy jelentős probléma, de hogy van egyéb csomó olyan követelés, amit meg lehetne valósítani pénz nélkül is, vagy egy kis akarat kellene hozzá. Két pintér, kettő pintér. Ország szabad oktatás! Szabad ország szabad oktatás! Szabad ország szabad oktatás! Szabad ország szabad oktatás! Miniszter úr, mit tudnak ígérni a tanárok, hogy eljöttek? Miniszter úr, mit tudnak ígérni a tanároknak? Csak a béremelésről lesz? Köszönöm szépen, Nézni, mert tudod, hogy lelki ismereted nincs! Ne röhög! Ne légy cinikus!
simán nyitottság van bennem. Tehát, hogy valamiféle párbeszédet muszáj lenne elkezdeni a szakma és a vezetés között, vagy a kormányzat között, és hát kíváncsian várom, hogy miről lesz. Jó napot, bocsánat, hogy értékelik ezt a mai megbeszélést? Semmi előremutatót nem láttam, főleg itt a második részében. A második részét azt nem nevezném konzultációnak. Az egy előadás volt, ahol vagy megtudtuk, hogy minden szuper, vagy nem szuper, de dolgozunk rajta, szóval ugyanazokat az üres frázisokat kaptuk, amit eddig. Hajnal Gabriella tartott egy előadást, utána a Maruzsa Zoltán, és utána Pintér Sándor. Tehát ez volt a... Ő beszélt szerintem a leghosszabban. Az volt a mondás, hogy kapcsoljuk ki a telefonokat. Hát most akkor mit csinál az ember? Elkezd jegyzetelni, mint az őrült, nem? Majd, hogyha Brüsszel küld pénzt, akkor majd jobb lesz. Ez elhangzott? Tulajdonképpen, igen. Nem ennyire egyszerű. Ez nagyon érdekes volt, hogy mondta, hogy a Klebersberg Kuno is belügyminiszterként kezdte, és akkor jött Pogány Frigyessel, meg lehet, hogy voltak még ilyen történelmi figurák, mindenkit nem tudtam fölírni, tehát, hogy ő magát így elhelyezte ezen a történelmi palettán. Tankerületi vezetőként hogy értékeli ezt a mai megbeszélést? Bocsánat, ezt a kérdést fel szabad tenni? Hogy... Szóval, de nem, még nem értékelem most ezt a beszélést, hazafelé tartok. Annyit lehet tudni, hogy ez hasznos volt, vagy nem volt hasznos? Semmilyen gesztust nem tettek, semmilyen követelést nem hallgattak meg, úgyhogy én azt egy eligazításként éltem, meg nem pedig párbeszédként. Mutatott valami statisztikát, hogy a pedagógusoknak azért egy nagyon jelentős része, ezt ők is kimutatták, hogy másodállást végez, és akkor ebből nem egy olyan következtetés jött, hogy vártam volna mondatot, hogy jaj, hát ez is azért megerősíti azt, hogy itt sürgős béremelésre volna szükség, hanem ez is elveszi a felkészülésre szánható időt. Illetve, hát amilyen változások elében néz az oktatási rendszer, az nem biztos, hogy jó lesz. Miért? Milyen változások? Hát én ezt most nem tudom két percben elmondani, de biztos, hogy a kormányzat is lekommunikálja. De rendszertérintő változások? Rendszertérintő változásokat terveznek, és hát sajnos nem azokhoz a kérdéseknek. Nem azokhoz a kérdéseket nyúlnak először, amik talán a legfontosabbak lennének. És erről részleteket is elmondtak? De igen, ha nem is nagyon részletesen, de az az előkép, amit ebből így le lehet szűrni, hát azt nem tudom, hogy hova vezet. Nem lesz vonzóbb a pedagógus pálya, és akkor itt tömören összefoglaltam. Szemmel láthatólag nem óhajt ez a kormányzat ezzel foglalkozni komolyabban.